képviselőtestület elfogadta a város 2016-os költségvetését. 1 millió 600 ezer forint gyűlt össze a fogyatékkal élők nappali intézményének a városbálon. A házasság hetét ünneplik szerte a világon. Jó estét kívánok! A képviselőtestület elfogadta a 2016-os költségvetést. Horváth Richárd szerint ez a költségvetés stabil, kiszámítható és megbízható. A város pedig nem rendelkezik semmilyen adósságállománnyal. A város idei költségvetése volt a csütörtöki testületi ülés fő témája. Horváth Richárd polgármester a döntés előtt részletesen ismertette annak legfőbb elemeit. Kitért rá, hogy olyan várost építenek, amely a saját lábán is megáll, stabilan tud működni és gazdálkodni, és saját erőből is képes fejleszteni. És ez a költségvetés pontosan a stabilitásról szól, a megbízhatóságról és kiszámíthatóságról. Bevételi oldalt úgy méreteztük, hogy ez mindenképpen teljesíthető, inkább egy kicsit alul méreteztük a bevételi oldalt, ugyanakkor viszont a kiadási oldalt pedig inkább egy kicsit túl méreteztük, hiszen így teremthető meg az a fajta egyensúly, hogy a jövőben bármilyen kihívásra 60 város és a költségvetés megfelelőképpen tud reagálni. Mai napon sincsen igénybe vett hitele a városnak, nem rendelkezik adósságállománnyal, megbízhatóan és stabilan működik, olyannyira saját erőből is igen nagy volumenű fejlesztéseket hajt végre a 16-os évben. Palik Józsefné, az Együtt 60ért Egyesület képviselője a bizottsági ülés helyett a testületi ülésen tette fel ezeket a kérdéseket a költségvetéssel kapcsolatban. Többek között arról érdeklődött, hogy miért kap idén több pénzt a Média 60 Kft., miért került többe 2016-ban a közterület felügyelők munkája, és miért csökkent 10 millió forinttal a kátyúzásokra szánt összeg. Horváth Richárd kérdéseire reagálva elmondta, a Média 60 Kft. Hosszú évek óta ugyanazokkal a már elavultnak számító technikai eszközökkel dolgozik, ezeket szeretnék most lecserélni. A közterület felügyelettel kapcsolatban hangsúlyozta, még erősebb jelenlétet szeretnének részükről a városban, új eszközöket kapnak, ezzel pedig még biztonságosabbá válik 60. Az útkarbantartásról kifejtette, azokat az utakat, amikre az elmúlt időszakban a legtöbb többet költötték, teljesen felújítják, ezáltal a kátyúzásra költött összeg csökken. Horváth Richárd kiemelte, az útkarbantartás és a járdák felújítása is egy-egy új tétel a költségvetésben, eddig ilyenek nem szerepeltek. Ezeknek köszönhetően pedig 2019-re 60 belterületi útjai és járdái teljesen megújulhatnak. Ilyen költségvetési sorra még nem volt a városnak, hogy belterületi útak felújítása, erre a 16-os évben 100 millió forintot fog költeni a város. Kiemelném a járdákat, ami azt jelenti, hogy minden körzet és minden képviselő kap 4 millió forintot járdafelújításra, amelyet csak járdafelújításra költhet. A képviselők fogják eldönteni, és hiszen ők ismerik a körzetüket, ők fogják eldönteni azt, hogy ezek a járdafelújítások milyen járdaszakaszokat érintenek. És természetesen erre a költségvetési, két költségvetési sorról el szeretném azt mondani, hogy ezeket a sorokat minden évben beszeretnénk tenni a költségvetésünkben, ami azt jelenti, hogy 19-re már 400 milliónál fog tartani az utakra költött összeg, és 132 millió forintnál pedig a járdákra fordított összeg, ami azt jelenti, hogy a belterületi utakban az elkövetkezendő pár évben igen látványos változásokat fogunk elérni. A polgármester kitért a várost érintő beruházásokra. A területi operatív program pályázatainak köszönhetően több projekt is elindulhat ebben az évben, ezek elbírálása minden esetben a megyénél történik. Ugyanakkor saját erőből rendezik majd az Ady Endre könyvtár épületének felújítását, 100 millió forintot szánnak arra, hogy eredeti helyére, de megújult környezetbe költözhessen vissza az intézmény. A tervek szerint az idei szezonban már gyermekmedencével üzemel majd a 60-i strand, ezzel pedig a 60-iak egy régi vágya válik valóra. Az ülésen döntöttek a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról. Ezen a ponton az EHE képviselői nem vettek részt a szavazáson. Horváth Richárd elmondta, hazánk felelősen cselekedett, amikor megállt parancsolt a migráns áradatnak. 1 millió 600 ezer forintot gyűjtöttek össze a fogyatékkal élők nappali intézményének a városbálon. Az adomány segítségével a fogyatékkal élők mindennapjait különféle eszközökkel teszik tartalmasabbá. Az első alkalommal megrendezett 60-i városbálon a fogyatékkal élők nappali intézményének gyűjtöttek. A számos felajánlásnak köszönhetően 1 millió 600 ezer forint jött össze számukra.
Az adományt ünnepélyes keretek között adták át Semperger Katalinnak, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetőjének. Horváth Riárd polgármester szerint ez a bál ékes példája volt a hatvaniak összetartásának. Amikor elkezdtük a bál szervezését, mindannyiunkban kérdések tömkelege volt, hogyan, miképpen rakjuk össze ezt a bált, hiszen ez az első alkalom. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy látva azt, hogy hogyan és miképpen sikerült a bál, tudva azt, hogy mindenki jól érezte magát, és milyen sokan jöttek és támogatták ezt a nemes célt, úgy gondolom, hogy a bál elérte a célját, hiszen most 1 millió 600 forint támogatást tudunk átadni az intézménynek, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon szép összeg. És ez a bál pontosan megmutatta a hatvaniak összefogását, és megmutatta azt, hogyha együtt egy irányba gondolkozunk, akkor mi mindenre vagyunk képesek. Semperger Katalin azt mondja, ezzel az összeggel meg tudják színesíteni a fogyatékkal élők ellátását. Fogyatékkal élők ellátására mindennapjait szeretnénk tartalmasabbá tenni. Kondicionálást elősegítő eszközökkel, számítástechnikai eszközökkel és fejlesztő eszközökkel próbálunk tartalmas hétköznapokat az ellátottjaink számára. A városbállal hagyományt szeretnének teremteni, a bevételeit pedig a jövőben is hasznos célok támogatására ajánlanák fel. Február 7-től 14-ig ünneplik szerte a világon a házasság hetét. Ennek célja, hogy életük összekötésére buzdítsák a párokat. 60-ban nőtt a házasságkötések száma, a 2015-ös adatok szerint 98-an fogadtak egymásnak örökhűséget. Idén február 7-től 14-ig ünnepeljük a házasság hetét. Bálint nap környékén minden évben a házasság fontosságára irányítják a figyelmet, a házaspárokat pedig arra buzdítják, keressenek alkalmat arra, hogy egymás iránti szeretetüket megerősítsék. Bokros Levente atya szerint a házasságnak nincs alternatívája. Semmi sem pótolhatja vagy helyettesítheti azt. Véleménye szerint manapság a párokat leginkább a lagzi ösztönzi, és nem gondolnak a mennyegző utáni, együtt töltött évekre, viszont már évekkel a házasság előtt összeköltöznek párjukkal. Megpróbálják az együttélést, hogy majd a házasság hogyan fog sikerülni. És amikor eljutnak arra a pillanatra, hogy na most akkor kössünk házasságot, akkor onnantól kezdve a házasságra összpontosítanak, magára a lagzira, nem pedig az utána lévő időre. Én azt gondolom, hogy az egyháznak és nekünk papoknak a legnagyobb feladatunk a családoknak a számon tartása, hogy ne engedjük el a kezüket. Mert mostanában egyre igazából divat ez, hogy mi az, hogy egy életre kötünk házasságot. És jönnek be ilyen, főleg Amerikában született receptek, hogy azelőtt, mondjuk pár száz évvel ezelőtt, az embereknek az élete az fele annyi volt, mint most. Tehát ott könnyebb volt házasságot kötni, házasságban élni. Juhász Rékának májusban lesz az esküvője, a kastély udvarán kötik össze életüket párjával. Azt mondja, az esküvővel csak tovább mélyítik a kapcsolatukat. Azért döntöttünk úgy a párommal, hogy összeházasodunk, mert nagyon szeretjük egymást, és közösen gondoljuk, hogy együtt éljük le az életünket, közösek a céljaink, és vannak közös olyan érdeklődési köreink, amikkel úgy gondoljuk, hogy tehát még boldogabbá tesszük egymás életét. Itt értem azt is, hogy mindketten szeretjük a sportot. Én is ugye nagyon szeretek sportolni, testnevelést tanítok, párom is focizik, nagyon szereti a sportot, és ez is ad egy pluszt ezáltal, hogy összekössük az életünket, mivel a közös az érdeklődésünk is. 60-ban, 2015-ben nőtt a házasságkötések száma a tavaly előtti adatokhoz képest. 98-an fogadtak egymásnak örökhűséget. Amit tehetünk, amit tehetek, a rák ellen címmel tart konferenciát a Magyar Rák Ellenes Liga 60-ban, a Grassalkovics Művelődési Házban, pénteken 14 órától. Holnap változóan napos felhős idő várható, kisebb esőre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
Kedves nézőink, önök a Híradót látták, most a színpad következik. További jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!